Egy novemberi éjszakán házkutatástól tartva a folyóba dobtam egy magnószalagot. A te hangod volt rajta, hiszen tudod, melyik szalag lehetett ez. Azon túl még jó ideig valahányszor átmentem azon a számos hídon, mindig téged hallottalak a vízből. Hát alapvetően a kérdés úgy tevődik föl, hogy az ember hogyan képes együtt élni az életében jelenlevő láthatatlan és ellenséges harmadikkal. Azért fűzöm hozzá, hogy és ellenséges, mert a történelem folyamán igen gyakran élt együtt az ember, vagy akár az emberiség, egy emberi közösség azzal a tudattal, hogy egy láthatatlan harmadik jelen van, tetteit ellenőrzi, és végül majd mérleget készít az életéről, vagy netán még az élet folyásába is beleavatkozik. Mi mindig úgy emlegettük őket, hogy az elvtársak. És nem volt nekik arcuk. És úgy egyáltalán a hatalmat lehetett rajtuk érteni. Nem öltöttek testet. És igazából én nem szörnyűködtem ezen. Valahogy igyekeztem megőrizni annyira a méltóságomat, hogy csak akkor suttogjak, vagy konspiráljak, írogassak mondjuk veszélyt helyett, amikor igazán fontos dolgokról volt szó. De ugye magam véleményét a világról, és őróluk, és egyáltalán erről a rendszerről, én ebben a házban mindig hangosan kimondtam. A lehallgatásnak két arculata van. Az egyik a maga tényleges lehallgatás, a másik a pszichózis, ami kialakult körülötte. Ez a másik is annyira erős volt, hogy akkor, amikor kiderült, hogy bizonyos embereket lehallgattak, azok, akiket nem hallgattak le, azok szinte megsértődtek, hogy egyrészt azért, mert hiába féltek, másrészt azért, mert valahogy úgy mellőzve érezték magukat. Hát persze mi is ebben a pszichózisban éltünk, mivel hogy itt jöttünk Romániába. Aztán egyszer csak kiderült, hogy ez a pszichózis valós volt. A fő gesztus éppen az volt, hogy eltekintünk tőlük és a mikrofonjuktól. És azt hiszem, hogy ez azért kellőképpen éreztette is hatását. Szóval abból az ingerültségből, amivel aztán minket kezeltek, én azt éreztem ki, hogy ők elvárták volna, hogy bár egy kicsit jobban féljünk, vagy jobban meglegyünk szeppenve tőlük. Ha azt keresem, hogy mi volt az, ami elviselhetővé, sőt, mondjuk ki szórakoztatóvá, némileg szórakoztatóvá tette ezt az együttélést ezzel a láthatatlan és ellenséges harmadikkal a magánéletünkben, egyáltalán életünk minden vonatkozásában, akkor azt kell mondanom, hogy az egyik ilyen elem az volt, hogy az élet átalakult egyfajta performancia tesztek sorozatává. Hogy egyik oldalon áll a technika, a hatalom, mindazok a lehetőségek, amelyek birtokában valakik egy másik ember életét teljes egészében át tudják világítani. Másfelől áll a pusztakezű ember leleményessége. Igazából akkor ijedtem meg, de egyszer. Akkor egy éjszaka nem tudtam maradni. Amikor azon a napon elmentem a másik szobába telefonálni, fölvettem a kagylót, és nem jött a tárcsahang. Ellenben hallottam, hogy mit mond a kislányom a harmadik szobában. És én azt hittem, hogy nem vagyok normális. Hát hogy lehet, hogy én a telefonon a kislányomat hallom, aki halkan beszél tulajdonképpen. Utána mondtam Péternek, hogy mondjon valamit, akkor meg őt hallottam ebből a szobából beszélni. Még mindig nem hittem az én fülemnek,
És megcseréltük a szerepet, és akkor azt játszottuk, hogy én kimentem a konyhába, a fürdőszobába, csörömpöltem, sóhajtottam, nyögtem. És akkor kiderült, hogy az életünknek minden, de minden mozdanatát képesek nyomon kísérni a mozdulatokat, és mikor mész a vécére, meg esetleg a szeretkezést is, ha van ilyen. És az is nagyon érdekes, hogyha visszagondolja az ember, hogy mit tartottak az emberek veszélyes témának, hogy mi volt az, amiért eldugták a telefon, mi volt az, amiért kikapcsolták az áramot, és ebből olyan érdekes, olyan társadalmi metszetet lehetne készíteni, hiszen a legártatlanabb dolgot az, hogy nincs tej, vagy nincs vaj, mindenki tudta, hogy nincs vaj, nincs tej, hogy sorba kell állni, hogy nem jönnek a buszok, hogy mit tudom, hideg van a házban, de ezt sem merték mondani hangosan, mert ezt valaki lehallgatja, és akkor ebből nekik elemetlenségei lesznek a munkahelyre, a karrierjében. Egyenesen bántott, és megvetettem azokat az embereket, akik elkezdtek mindenütt utcán és bárhol suttogva egymáshoz hajolni, és valami rettenetesen megalázó, lealacsonyító módon a legegyszerűbb dolgokról is, de az abszolút mindennapi dolgokról is suttogni. Ezt nem láttam, de hogy miért kell, és sokszor föllázadtam, amikor a saját környezetemben ez történt. Ez már személyiségtorzulás. Ugyanakkor, ha az ember nem passzív módon élte ezt át, hanem ugyan elmondtam, kihívásnak tekintve, amely kihívást, amely kihívás sorozatot meg tudta válaszolni, akkor azt gondolom, hogy ezekben a pillanatokban legalábbis, amikor az ember igazán átélhette, hogy szabad, mindannak ellenére, mindazok bilincsek ellenére, amit ráraktak, akkor ez olyan szabadságélménnyel ajándékozta meg, amilyenben egyébként lehet, hogy nem is lett volna része, és amely talán ellensúlyozta mindazt, amiről beszéltünk. Annyira korlátozott volt az ember szabadságérzete, hogy már azon belül újabb korlátokat nem állított fel számomra, legalábbis a mikrofon. Hát igaz, hogy amit kimondtunk itthon a lakásban és a mikrofon előtt, amikor bevittek a szekura, ugyanazt mondtuk, tehát végül is ilyen szempontból nem változtatott. Azok az erők, amelyekről beszéltem, érdekes módon mostanra váltak személytelenebbé. Akkor nevesíthetőek és azonosíthatóak voltak azok a figurák, amelyek hordozták ezt az embertelen hatalmat. Volt nevük, volt rangjuk, és volt arcuk. Láttam őket az utcán, hiszen a nyomukba jöttek, vagy sokszor megragadtak és bevittek, vagy elvittek valahova. Fizikai azonosíthatóság volt. Ma már nincs. Ma már ez a hatalom absztraktabbá vált. Nem mondom, hogy ettől félelmetesebb, sőt elvontabb, és hál' Istennek kevésbé van jelen az ember életében, ugyanilyen jelen, mint egy elvont ismeret. A lakás 4 szobából, 2 fürdőszobából, konyhából, éléskamrából és egy pincéből áll. Az első helyiség a konyha volt. Az asztal felett elhelyezkedő konyhaszekrényben a következőket találtuk. 2 darab C-vitamin fiolát, 250 g Wiener kávét, 1 csomag 250 g-os kakaót, 1 zacskó teát, 1 zacskó borsot, 3 zacskó zappelhet, 1 zacskó vörös téklát, valamennyi külföldi áru. Ebből a szobából elvitetett 2 kéziratos üzet, az egyik 28, azaz 28 lapos, a másik 87, azaz 87 lapos. 155
darab papírlap versekkel terel. Egy kézirat címe, nincsen címe, ez sem az. Egy sólyom X6-os rajztönt.